Sziasztok! Ilyen egy Mikulás csomag, ahogy én gondolom. Felejtsétek el azt, hogy mindig a könnyebb utat választjátok, legyetek kreatívak, és halmozzátok meg olyan dolgokkal, mint amit például én most beletettem. Aszalgyümölcsöket, almacsipszet, illetve zapkekszet, amit már korábban itt a blogon is elkészítettem, de ami talán a gyermekek számára is a legizgalmasabb, az a palacsinta nyalóka. Mutatom, hogy hogy készül. Előre elkészítettem a palacsinta tésztát, amit most azzal tettem tökéletessé, hogy jó alaposan fahéja megszórtam. Ha beletettem a palacsintát, és nagyon szépen elkezdett sülni, akkor belenyomom a hurkapálcát is. El is készült a palacsinta nyalóka, de készítek még, hiszen palacsintából sosem elég.